Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy nálad lehet megtanulni mindazt, amire nekünk ebben az életben szükségünk van. És hálát adunk neked azért is, hogy azokért a dolgokért, amiben szükséget és hiányt szenvedünk, azokért jöhetünk te hozzád. És hadd imádkozzunk most azért, Urunk, hogy láttasd meg velünk azt, hogy minden szükségünk nálad beteljesül. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te tanítasz minket az élet dolgaira. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem akarunk tanulni, amikor mi jobban tudjuk, és nagyon sokszor belebukunk a magunk ötletelésébe és próbálkozásaiba. De köszönjük a te türelmedet ilyenkor hozzánk. És hadd köszönjük meg neked azt, hogy lelki javakat készítesz el a tieidnek. Köszönjük, Urunk, hogy amikor mi úgy gondoljuk, hogy testi javakra lenne szükségünk, akkor te lelkiekkel is el akarsz látni minket. És áldott légy Istenünk azért, hogy te így is gondoskodsz rólunk. És hadd legyünk olyan gyermekeiddé, akik nem utasítjuk el ezt a gondviselést, hanem jövünk te hozzád és fogadjuk tőled, amit elkészítettél. Urunk, hadd tegyük most is ezt. Hadd legyünk fogadói az igének, a tanításnak, ha kell a feddésnek, az útmutatásnak. És segíts, Uram, hogy hadd váljon részévé a mi életünknek ez. És egyre inkább hadd legyünk hozzád hasonlóak. Ne a mi óemberünkhöz hasonlítsunk, hanem te hozzád. Hadd legyünk ismertek arról, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Kérünk, vezess ebben, taníts ebben és formálj ebben most is bennünket. Amen. Isten igét a példabeszédek könyvéből olvasom a 24. rész 10. versét, amely így hangzik. Ha lágyan viselted magad a nyomorúság idején, kevéske az erőd. Eddig a felolvasott ige. Az életünk során mindnyájan egyszer vagy többször szembesülünk azzal, hogy elérnek bennünket különböző nyomorúságok. Ezek nem kívánt dolgok, de mégis megtörténnek. És jó azt látni, és jó azt tudni, hogy az Istenfélő embernek, az Isten népének az élete nem mentes a nyomorúságtól. Ha a kezünkbe veszük a Bibliát, és elkezdjük olvasni, akkor azt látjuk, hogy úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben nagyon sok nyomorúság érte el az Isten népét. Néha ez büntetésként volt jelen, néha magunk okozta a nyomorúságként, néha pedig megpróbáltatásként, de végig kíséri Isten népének az életét a nyomorúság. Egy olyan állapot ez, aminek sokszor mi a következményét, a fájdalmát érezzük, de tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor egy olyan állapotról van szó, amiben az ember elkezdi érezni valaminek a szükségét. Szükségem van valamire, ami most éppen nincs, nem áll rendelkezésemre. Szükségem lenne erőre, békességre, nyugalomra, egészségre, türelemre, és még sorolhatnánk mi mindenre, de nincs. És ennek a hiányát, amikor érzi az ember, ez egy olyan állapot, ami az embernek szenvedést, küszködést okoz. Egy nélkülöző állapot. És ez a nélkülözés okozza az életünkben azt, amit így nevez az ige, hogy nyomorúság. Egy korlátozott, megnyomorított állapot. Nem tud ilyenkor szabad lenni az ember. Nem tud szabadulni a helyzetétől, az érzett fájdalomtól, a nyomorúságtól.
Van, amikor érzi az ember az anyagi dolgoknak a hiányát. És van, amikor lelki dolgoknak a hiányát érzi meg. És kiváltja ez ezt a szenvedést. Be kell vallanunk, hogy a mai élő kereszténység egy kényelem szerető nép. És vannak prédikátorok, akik azzal próbálnak meg népet gyűjteni maguk köré, hogy azt prédikálják és azt hirdetik az embereknek, hogy ha te hűséges vagy Istenhez, akkor neked nem lesz részed a szenvedésben. Akkor ezek a dolgok, amiknek egy nyomorúságot, szenvedést okoznának, ezek téged el fognak kerülni. Ez egy hazugság, de hihető. És könnyen hajlik rá az ember, hogyha te hűséges vagy az Úrhoz, nem lesz nyomorúságban részed. Lesz. Maga Jézus mondta, hogy lesz. És ez jó nekünk így látni, ebből a szemszögből látni, hogy Jézus beszélt erről, hogy igenis lesz. Néha ennek a nyomorúságnak, ennek az állapotnak önmagunk vagyunk az okozói. Talán azért, mert hagyjuk, hogy bekövetkezzen, és sokszor azért, mert nem teszünk ellene semmit. Úgy a szívünk mélyén néha szeretnénk mi ezt elkerülni. Be kell vallani, testvérek, hogy van egy ilyen reménység bennünk, hogy ez velünk nem fog megtörténni. Hogy hát, ha minket ezek a dolgok elkerülnek, amik nyomorúságot okoznak. És valahol ott van a keresztény ember szívében is a kérdés, hogy amikor látom azt, ami történik a világban, látom azt, ami történik körülöttem, a mellettem élő emberek életében, látom a nyomorúságot, akkor ott szokott lenni a kérdés, hogy vajon velem is megtörténik? Vajon megengedi Isten, hogy velem megtörténjen? És ott van a reménység is, hogy hát, ha nem. Hát, ha elkerülnek engem ezek a dolgok. És ez kérdése a hívő embernek is. Mennyit enged meg belőle az Úr? Milyen mértékű lesz, hogyha megenged is bármennyit az Úr? Elbírom. Mennyire fog ez fájni nekem? Mennyire fogom én ezt megérezni, vagy megsínleni? Mennyire fogok összetörni benne? Ezek ott vannak bennünk, ezek a kérdések. És éppen ezek a dolgok azok, amik egyfajta félelmet ébresztenek bennünk. Nagyon fájdalmas lesz, elbírom. Vajon Isten nem hagy magamra ebben az állapotomban? Mennyire fogom átélni ezeket? Mennyire fog zokon esni az, amit megenged az Úr? És tulajdonképpen, amikor ezek a kérdések előjönnek és félelmet ébresztenek bennünk, ott van a háttérben az, hogy nem tudom, hogy hogy fogok viselkedni. Mert lehet, hogy olyan dolgok történnek meg velem, amit még eddig nem éltem meg, és nincs tapasztalatom benne. Nem tudom, hogy miként, mit vált ki belőlem, és miként élem meg ezeket a helyzeteket majd. Elbírom majd. Ad hozzá elég erőt az Úr. Azt hiszem, hogy éppen erről az állapotról beszél a felolvasott ige. Ami itt elhangzik a példabeszédek könyvében. Amikor azt mondja az ige, hogy ha lágyan viselted magad a nyomorúság idején, kevéske az erőd. Figyeljük csak meg, hogy az ige mire akarja ráirányítani a mi figyelmünket. Nem a nyomorúság mértékéről beszél, nem a nyomorúság hosszáról vagy az időtartamáról beszél, hanem az ige egyértelműen kimondja azt, hogy
Nem az a kérdés, hogy lesz-e nyomorúság, vagy nem. Lesz. A kérdés az, hogy te hogyan viselkedsz a nyomorúság idejében. Testvérek, nekünk nem csak a jó körülmények között kell megtanulni jó viselkedni, bölcsen viselkedni. Nem csak a mindennapokban kell keresztény ember módjára viselkedni, hanem az ige arról beszél, hogy meg kell tanulni helyesen, istenfélő módon viselkedni a nyomorúságban is, mert igenis ez része az emberi életnek. És az az igazság, hogy ezt nagyon kevesen akarják elfogadni. És éppen emiatt nagyon kevesen akarnak megtanulni benne helyesen viselkedni. A kérdés inkább az, hogy amikor bekövetkezik a nyomorúság, a szükség, talán még a fájdalom is, akkor miként viseltetem majd? És mielőtt tovább mennénk, egy kicsit álljunk most itt meg, és szabad nekünk egy kicsit visszagondolni az eddigi életünkben bekövetkezett nyomorúságokra, amiket megéltünk. Hogyan látod bennünket Isten ezekben a helyzetekben? Azt gondolom, testvérek, hogy nagyon sokszor még a hívő ember is úgy gondolja ezekben a helyzetekben, hogy nekem ilyenkor jogom van elhagyni magam. Jogom van ahhoz, hogy ne kelljen nagyon kereszténynek lennem. Jogom van elengedni az Úr kezét, jogom van panaszkodni, jogom van felháborodni azon, ami történik velem. Talán még egy kicsit úgy érzi az ember, hogy ahhoz is jogom van, hogy egy kicsit átkozódjak. Úgy kienged az ember mindent ilyenkor a kezéből. Az az igazság, hogy az ige arról beszél, hogy Jézus sokkal jobban érdekli a mi jellemünk, mint a mi kényelmünk. Sokkal jobban. Az ige egy lágy viselkedésről beszél. Ha lágyan viseled magad, milyen ez a lágy viselkedés? Vajon miről van szó? Vannak olyan élethelyzetek, amikor a meglévő problémát hajlamosak vagyunk hatalmasra nagyítani. Nincs is másnak nagyobb problémája. Az enyém a legnagyobb. Rám kellene, hogy figyeljen mindenki, főleg az Úr. Nekem fáj a legjobban. Én hallottam olyan embert, aki azt mondta el, hogy neki olyan nehéz az élete, rajta már az Isten se tud segíteni. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy nem is fog. Ha ő ezt már így eldöntötte, nyilván Istennek nem szól erről, nem kell, hogy segítsen. Ő benne akar ebben maradni. És nagyon gyakran jellemzi a nyomorúságban élő embert egy olyan magatartás, hogy hagyom, hogy a problémák akkorára nőjenek, hogy teljesen elborítsanak engem. És itt az igében egy olyan állapotról van szó, testvérek, ami nem arról beszél, hogy tenne az ember bármit is, hanem pont arról, hogy nem csinál semmit. Egyfajta tétlenség jellemzi ilyenkor a nyomorúságban lévő embert. Összecsapja a kezét, mit tudjak csinálni? Semmit. És nem is tesz semmit. Sem annak érdekében, hogy az a teher, ami őt éri, elhordozhatóbb legyen, sem annak érdekében, ő maga tudja hordozni, sem annak érdekében, hogy egyáltalán elmúljon. Egy tétlen állapotról beszél az ige. A lágy viselkedés. Lágyan viselni magam. Egy ilyen tunya tétlen állapot. És nehogy azt gondoljuk, hogy ez biztos valami Isten káromló embernek a jellemzője. Nem. Én sok olyan emberrel találkoztam, aki órákat tud az Isten dolgairól beszélni.
És amikor elérte az életét valami nyomorúság, valami hiány, valami veszély, teljesen kifordult magából. És embert nem hallottam úgy nyavajogni és sopánkodni, mint őt. Ott ült ő minden csendes napon, meg csendes héten. Mindig hozzá tudott szólni az igéhez. És teljesen kifordult magából. Erről beszél az ige. Amikor lágyan viselem magam, amikor elveszíti a hívő ember a tartását. Kicsit olyan ez, amikor úgy az ember tétlenül hagyja magát sodródni. És igen, ez sokszor megtörténik a keresztény emberrel. Mintha az elindulásnál Isten a kezünkbe adna a két evezőlapátot, és beültet az élet hajójába, és azt mondja, te dolgod, hogy hogyan nevezel. És az egyik evezőlapát az imádság, a másik meg az ige. És nagyon sokszor látszik az, hogy a nyomorúság idején ugye el van dobva az evező. És sodródik az ember. És ezt az embert meg lehet kérdezni a megtéréséről, és tud róla beszélni. De nem tud beszélni arról, hogy ő éppen most mit tesz. Mert őt a tétlenség, a semmit tevés jellemzi ebben az állapotban. És amikor hagyja így az ember, hogy fölé nőjenek a dolgok, annak van egy olyan következménye, hogy a nyomorúságban az ember nem lát. Nem látja se az Urat, sem azokat, akik segítenének rajta. Sokkal nagyobbnak tartja az ő fájdalmát, mint a felkínált segítséget. Ugye lehet ilyen emberekkel találkozni. Talán mi is találkoztunk már olyannal, akinek szerettünk volna segíteni. Adtunk neki jó tanácsot. Meghallotta? Nem. Mert ő magát hallgatja ilyenkor. A saját problémáját, amit mond folyamatosan, önmaga hallgatójává válik az ilyen ember. Nem hall és nem lát. Mert erről beszél a példabeszédek könyv, hogy lágyan viseled magad. Testvérek, nem mindig a körülményeink tehetnek erről. Mert a körülményeinkben mi vagyunk ott. Azok minket érnek el. És nem mondhatja a keresztény ember azt, hogy nekem jogom van ilyenkor a semmit tenni. Jogom van ehhez a lágy viselkedéshez, mert nekem ez éppen most fáj. Ilyenkor könnyen megfeledkezünk arról, hogy Isten az övéit a nehézségeken át is tudja vezetni. És hadd kérdezzem meg ezt ma este, hogy amik eszünkbe jutottak, azok a megélt nyomorúságok, láttuk benne az Isten vezetését? Vezethet Isten ilyenkor bennünket? Vagy el van dobva mind a két evező, ami által vezethetne bennünket az Isten? Amikor így átadom magamat a bajoknak, a gondoknak, ennek a sodrásnak, azok teljesen ki fogják venni az erőmet. Ezt mondja az ige, kevéske az erőt, ez a következmény. A lágy viselkedésnek, ennek a gyenge viselkedésnek ez a következménye, hogy kevéske az erőt. Nem szoktunk beszélni a harmad gyenge hitéletről, pedig van. Pedig van, csak mi ezt másképp szoktuk megfogalmazni. Padlón vagyok. Nincs erőm. Elvágyom ebből a világból. Jó lenne máshol lenni. Ez mind a körítés. És ennek van egy előzménye. És olyan jó olvasni a példabeszédek könyvét, mert beszél következményről, meg előzményről nagyon sokszor. Amúgy olyan jó lenne minden hónapban végigolvasni. Megtanulnánk belőle élni. Mert egyszerű dolgokat mond el. Ha te a nyomorúság idejében, amit meg kellene élni, lágyan viseled magad,
tudok következni, nem lesz erőd. Csak egy kevéske. És ilyenkor beigazolódik az, amit az ige mond, hogy erőtelenekké válunk. És gyakran annyira kevés már az erőnk, és annyi erőnk sincs, hogy keressük az Urat. Van azért reménysége a hívő embernek ilyenkor. Megkeres minket az Úr. Észrevettük már ezt, hogy amikor nincs erőnk őt keresni, ő keres meg minket. Jó ezért hálát adni, hogy nem feledkezik meg az övéiről. Ez nem azt jelenti, hogy jó van ez így, akkor ezt így kell csinálni. Nyugodtan hagyhatom magamat elsodródni, meg hagyhatom magamat teljesen elerőtelenedni, hanem arról van szó, hogy meg kell tanulnom ebben a helyzetben helyesen viselkedni. Ez a lágy viselkedés azért teszi erőtelenné az embert, mert ilyenkor meg kell nézni, hogy mit csinálunk. Gyakran ugyanazt teszi a hívő ember is, mint a hitetlen. Van bennünk panasz, és el is mondjuk. Van bennünk keserűség, ezt kiöntjük. Van bennünk egy ki nem mondott elégedetlenség a világgal, a rendszerrel, az Istennel szemben, hangot adunk neki. Néha dühösen adunk hangot ennek. És én elmondom, mert hozzátartozik az igazsághoz, ilyenkor nem a buzgó keresztény képét festjük. Ilyenkor nem azután kapkodunk, hogy hol tudnánk gyorsan megerősödni, hanem így elengedi magát az ember. Ez a lágy viselkedés. És meg kell vallanunk, testvérek, hogy mindaz, amit ilyenkor teszünk, a panasz, a sopánkodás, az elégedetlenség, a dühöngés, egyik sem ad erőt. Nem ad erőt. De elveszi még a maradék erőnket is. És ha józanul gondolkodunk, ilyenkor fel kell tenni a kérdést, akkor minek tesszük, ha nem ad erőt? Azért, mert ezt szoktuk meg. Szokások rabjaivá lettünk. És vannak ilyen szokásaink, amiket mi átmentettünk a múltunkból, a hitéletből, ilyenkor ezt kell csinálni. Hát mindenki ezt csinálja, de senkinek nincs ereje. És attól, hogy mindenki ezt teszi, ez még nem jó. És ilyenkor jó tudni a hívő embernek, hogy ezek az engem elérő nyomorúságok néha azért vannak, hogy engemet ott tartsanak az Isten közelébe. Hogy megerősítsenek. Hogy közelebb vigyenek engem az Úrhoz. És hogyha az ő közelébe vagyok, akkor viszont élhetek a keresztényi jogommal. Nem az óemberi jogommal, hanem a keresztényi jogommal, ez pedig az, hogy kérhetek. Kérhetem azt, hogy türelemmel és hittel tudjam viselni azt, ami van. Megtanuljam hordozni azt, amit éppen meg kell élnem, mert most ennek az ideje van. Mint ahogy megvan az ideje a sírásnak, meg az örülésnek. Megvan az ideje a szerzésnek, meg éppen az elengedésnek. És hogyha én ezt elfogadom, akkor Isten megtanít azt az időt, ami éppen van, helyesen megélni. Az elején azt mondtam, hogy a nyomorúság egy szükségállapot, amiben érezzük sok mindennek a hiányát, a szükségét. És amikor én tudom, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben, akkor kérhetem Istentől azt, ami nincs. Kicsit olyan testhez álló ez. Nem tudom, kinek hiányzik a sok áramszünet, de mindenki tudta, mit kell tenni, mikor áramszünet volt, nem? Mi hiányzott? A fény. Akkor meg kellett gyújtani a fényt. Ki hogy oldotta meg?
Tudtuk, mit kell tenni? Igen. Mégis nagyon sokszor, ha ezt most lefordítjuk a lelki életünkre, úgy látszik kívülről, mintha az Isten népe nem tudná, mit kell tenni a nyomorúságban. Úgy elengedi magát. És ugyanazt csináljuk, mint a hitetlen ember. És olyan jó lenne ma este ezt megtanulni, hogy mit kell nekem tenni, mikor nyomorúság van. Meg lehet ezt tanulni? Az ige szerint igen. És Jézus beszél erről, mert ő azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Csak az ige így folytatódik, de bízzatok, mert én meggyőztem ezt a világot. Miért hív Jézus az ő követésére? Azért, mert ugyanilyen győztessé akarja tenni az övéit a nyomorúság felett. Hogy ne egy vesztes, puhány emberként, gerinctelenként jöjjön ki belőle, aki lágyan viseli magát és belepusztul mindenbe, hanem úgy, hogy végigmegy, ha még kell a halál árnyékának völgyén is, és mégis győztesen jön ki belőle. A Sámuel könyvében azt olvassuk, a 22. részben, hogy szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Erről a szükségről beszél az ige, a nyomorúságról. De nem azt mondja, hogy kiabáltam, hanem az Urat hívtam. Hozzá kiáltottam. Nem lenne ez jó megtanulni? Kiabálás helyett kiáltani az Úrhoz. Biztos elcsendesedne a falu, ha mi ezt elkezdenénk. Megszűnne a sok kiabálás. És lenne belőlünk Istenhez kiáltó ember. Hát miért kiált Sámuel az Úrhoz? Mert erre van szükség. A szükségben ahhoz kiáltok, akinél van az, amire szükségem van. És mi erre fel vagyunk hatalmazva. Be lehet hívni az Urat a mi nyomorúságunkba. És akkor mi lesz az erőmmel? Azt mondja az ige, hogy az erőtlen ereje az megsokasodik. Mert ilyenkor az kell. A megrepett nád nem törik el. A pislogó mécses nem alszik ki. Rengeteg ige van, ami erről az állapotról beszél. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha megengednénk a mai estén ezt az Istennek. És az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e szakítani a lágy viselkedéssel. Én tudom, hogy ilyenkor többen sajnálnak. Én tudom azt is, hogy jól esik a sajnálat, egy grammal se lesz több erőnk tőle. Azt is tudom, hogy meg lehet szokni ezt az állapotot, ezt a lágy viselkedést. Csak az a kérdés, ki vagyok én ilyenkor? Hogy vajon erre hív engem az Isten? Egy ilyen lágyan viselkedő, nyavajgó életre. Nagyon sok időt rászánunk mi erre. De miről teszek én ilyenkor bizonyságot? Arról teszek bizonyságot, hogy nekem egy ilyen Istenem van, aki csak ennyit tanított meg velem. És milyen jó lenne, ha megváltozna a jellemünk, és ennek folytán megváltozna a bizonyságtételünk. És egy győztes életről tennénk bizonyságot. És nem ez lenne ránk jellemző, hogy lágyan viseltem magam, elfogyott az erőm, hanem kitartottam, ragaszkodtam az én Istenemhez, vele éltem meg a nyomorúság idejét, de ő győztesen hozott ki belőle. Jézus ezért hív az ő követésére, mert ez pontosan egy olyan dolog, amit egyedül nem fogok tudni megélni. Vele, meg őt követve viszont igen. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te nem abban a tévhitben ringatsz bennünket, hogy nem lesz nyomorúság.
Köszönjük, Urunk, hogy világossá teszed előttünk, hogy ennek az életnek és a keresztény életnek is része a nyomorúság. Te nem kímélsz meg ettől, de meg akarsz tanítani, helyesen, bölcsen megélni ezeket az időket. Urunk, csak Te tudod azt, hogy mi az, ami nagyobb bennünk, az igényünk arra, hogy elkerüljön a nyomorúság, a kényelem szeretetünk, vagy a hozzád való ragaszkodásunk. Urunk, bocsáss meg, amikor óemberi jogokkal mi megpróbáltuk elengedni a Te kezedet, eldobtuk az evezőket, és hagytuk magunkat sodródni. Szeretnénk ma este bocsánatot kérni tőled a lágyan viselt időkért, amikor elengedtük magunkat, jellemtelenekké, erőtelenekké lettünk, amikor úrrá lett rajtunk mindenféle indulat, és láttál bennünket úgy, talán mint akiknek semmi köze nincs Te hozzád. Nem láttál minket könyörögni, kérni, Téged keresni, csak úgy voltunk. Urunk, segíts rajtunk, hogy megváltozzon a mi életünk. Te munkát kérsz a szívünkben, hogy hadd akarjunk szakítani ezzel a lágy viselkedéssel. És hadd legyen a Te néped olyan néppé, akik megerősödve, rád figyelve és Téged követve élik meg minden élethelyzetüket, a nyomorúságot is. Urunk, köszönjük, hogy Te tudsz erre megtanítani. Hadd akarjunk mi ebben változni, tőled tanulni. Uram, annyi panasz hangzik el a Te néped szájából, annyiszor szégyent hozunk a Te nevedre ezzel. Olyan sokszor rossz bizonyság ez a világ előtt, de könyörülj meg rajtunk. Taníts, Uram, meghajlani a Te akaratod előtt, elfogadóvá lenni, de kitartóvá is lenni. Kérünk, könyörülj meg mindazokon, akik szeretnének ezen változtatni, akik szeretnék veled megélni az életük minden egyes helyzetét. Kérünk, hallgass meg ebben, és halld meg a most csendben elmondott imáinkat is. Meg minket, Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.